A politikai diplomáciában ritkán hangzik el olyan konkrét mondat, ami pánikra, félelemre adhat okot, csak a legsúlyosabb esetekben dobálóznak a vezetők egymásra ilyesmivel. Gondoljunk csak bele abba a mosolygós, kézfogós jelenetbe, amikor Észak-Korea diktátora és az amerikai elnök pózolnak, holott atombombákról esik szó az asztalnál. Junker mai mondata azonban több annál, mint egy elszólás, amiről azt gondoljuk, aggodalomra valójában nincs okunk. Az ATV.hu összefoglalta a véleményét Jens Laude Junker az európai parlamenti választásra vonatkozó kérdésre azt mondta, nem érdekli az ellene folytatott kampány, sokkal jobban aggasztja, hogy a magyar miniszterelnök a túlzott nacionalizmus lejtőjén halad, másokkal szemben politizál, elutasít másokat, nem enged be szerencsétleneket, mivel a menekültek mindenek előtt szerencsétlenek, és én az idegen gyűlölet minden formáját ellenzem. Jens Laude Junker szerint ez a fajta nacionalizmus és mások elutasítása háborúhoz vezet. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, nem a nemzeti szuverenitást kritizálja. Szeretem a nemzeteket, történelmet, tájakat, kultúrát, a diverzitást, de a nemzeti identitáson túl figyelembe kell venni az európai identitást is, mondta.